Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, még mindig foci téma, a magyar labdarúgással fogunk foglalkozni, ugyanis most van igazán viszonyítási alapunk, ugye így az andorrai meccs után, ugye a 2017-ben Andorra nagy-nagy-nagy meglepetésre megverte a magyar válogatottat, azt a magyar válogatottat, amelyik nem egész egy évvel előtte, még egy Európa-bajnokságon játszott nagyon izgalmas döntetlen Portugáliával, Izlanddal, és nyert Ausztria ellen, és tovább jutott első helyen a csoportjából. Tehát gyakorlatilag akkor az egész ország lesokkolódott. Ezt tudjuk. Tegnap játszottunk Andorra ellen, 4-1-re nyertünk, és apró, de annál fontosabb különbségek vannak a 2017-es csapat és a 2021-es csapat között. 2017-ben úgy mentünk pályára, hogy tudtuk nagyon jól, hogy mi vagyunk a jobb csapat, de ezt nem akartuk a pályán bebizonyítani. Most úgy mentünk pályára, hogy tudtuk nagyon jól, hogy mi vagyunk a jobb csapat, de ezt bizonyítani is akartuk az ellenfélnek, és azt szerint játszottunk. És ugyanez, amikor mondjuk egy nálunk erősebb válogatott ellen játszunk, mint például most Lengyelország ellen, ott is a lengyelek tudták egyébként, hogy ők jobbak, de mi ennek az ellenkezőjét akartuk nekik bebizonyítani. És igazából, hogyha a 17-es meccset megnézitek, a 2017-es andorrai meccset, akkor nem azt fogjátok látni, hogy Andorra mennyire jó játszott, azt látjátok, hogy Andorra talált egy gólt. Az tény, hogy mi se csináltunk nagyon semmit a pályán, de most akkora különbség volt a két csapat között, hogy az bíztató. És nyilván, mivel nem vagyunk egy világverő csapat, ezért még akár egy Andorra ellen, vagy akár egy San Marino ellen is azért úgy kell pályára mennünk, hogy akár a meglepetés is benne lett. Nézzétek meg, a szlovákok pár nappal ezelőtt 2-2-t játszottak Máltával. Tehát Észak-Macedónia megverte Németországot. Tehát vigyázni kell ezekkel a csapatokkal, mert ezek okozhatják a legnagyobb meglepetéseket. Persze egyébként Andorának volt egy nagyon jó periódusa a tegnapi mérkőzésen is, de a különbség a 17-es csapat és a 2021-es csapat között látszik. És ez az, amit hogyha Marco Rossi még tud folytatni, mert itt igazából egy hatalmas változtatás kellett a mentalitásban, hogy hiába megvertük akár tavaly is ugye tét meccsen a törököket, a szerbeket, megvertük Izlandot, Bulgáriát, tehát jó, mondjuk Bulgária kivételével talán mindegyik csapat egyébként nálunk jóval, hát vagy ha nem is jóval, de papírforma szerint nem nekünk kellett volna nyerni ezeken a meccseken. Tehát ha Marco Rossi ezt tudja tovább vinni, akkor igenis lehet jövője a magyar focinak. Ugye ő többször is mondta, hogy két lábbal a földön kell járnunk, és azért tudom, az elmúlt évek, azért gondoljunk bele, hány edzőtől hallottunk nagyon sok mindent. Lékenz azt nem is akarom mondani, mert az önmagában egy vicc volt, de akár Egervári, még akár Mateuszig is visszamehetünk, mindenki dobálta itt a nagy dolgokat, hogy kijutunk az EB-re, kijutunk a VB-re, a fejlődés megkérdőjelezhetetlen, tolódó válogatót, szerethető válogatót. Most, ha jellemeznem kéne, akkor azt látom, hogy egy két lábból a földön járó válogatott. És jelen pillanatban azt gondolom, mert már április van, és közeledik az Európa-bajnokság, azt látom, hogy sok esélyünk továbbra sincsen a csoportból. De azt látom, hogy helytállhatunk ebben a piszkosul erős csoportban. És most jelen pillanatban több nekünk nem is kell. Ugyanígy kell tovább hajtani, küzdeni a VB-selejtezőkben, mert több mint valószínű nem fogunk tovább jutni a csoportból, de még arra is kevés az esély, hogy még a másik helyet megszerezzük. De hogyha azt látják az emberek, azt látják a szurkolók, hogy ez a válogatott küzd, hajt, és hát minimális a hátránya mondjuk a lengyelekhez képest a selejtező csoport zárásakor, akkor azt mondom, hogy ebből még tovább lehet építkezni majd. Hogy mi lesz az U21-esekkel, mert most ugye az U21-es EB az annyira nem sikerült jól,
Tehát ugye, most ha azt nézzük, akkor tényleg el kell azon gondolkodnunk, hogy mennyire lesz nekünk jó utánpótlásunk. Akkor jelenleg ebből a csapatból kell kihozni a maximumot. Igazából csak arra akartam rávilágítani ezzel a videóval, hogy milyen volt 2017-ben az andorrai meccs, és milyen volt 2021-ben az andorrai meccs. Látszódik a különbség szerintem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!